mountain bunker. Slavers on the shores of the dried out sea. Fanatikusok a Volga partján, kannibálok a hegyi bunkerekbe, rabszolgáknak kiszáradt tenger partján. Hány szörnyet szült a háború? Vagy talán mindig is ott voltak, és a háború csak lehetőséget biztosított nekik, hogy felfedjék magukat is, hogy örökre velünk ragadtunk. Vajon Tamir, aki a sivatagban maradt, hogy segítse Geulnak a népét a szabadságba fog vezetni, legyőz egy másik szörnyet a gondolkodás tehetetlenségét. Tehetetlenségét, amely a leigázott helyekkel helyeket hajlandó, és önkéntes szolgáltatásban tart a zsarnokok alatt. Őszintén szóval kétségeim támadtak, ez a szörny erősebbnek bizonyulhat a többinél. Ennek ellenére nem veszítjük el a reményt. Egyre közelebb érünk az álmunkhoz, egy olyan hely megtalálásához, ahol szabadon élhetünk sugárzás vagy mutánsok nélkül. A sivatagból szerzett térképek számos ígéretes lehetőséget kínálnak, és a legénység tagjai izgatottan várják az ezredes döntését, hogy mi lesz az Aurora következő úti célja. Jelenleg azonban a vonat nyugodtan gördült kelet felé, a legénység pihensz, Japán pedig megkérte Kátya kezét, hoppá hoppá. Ezt a kérdést nem utasíthatta vissza. Az igen. Átkozott kölgés. Ejtük már régen azt a homokot, de mégsem táj. Kreszti tiszi? Ez borzalmas. Várj is, lejjen most már jobban érzem magamat. Mindjárt megterítjük az asztalt. Hoppá hoppá. Shall we go, Artyom? Mehetünk kapcsolatban, maradjunk még egy kicsit. Annyira kellemes. Tudom, Artyom, Stefánt és Kátyát, téged és saját magamat néztem. És arra gondoltam, hogy milyen szerencsések vagyunk. Szüleimmel annyira más volt. Rossz. Did I ever tell you why my mom died? Meséltem már neked, hogy miért halt meg anyád? Természetesen nem. Ez az egész apa miatt történt, igen. Ez olyan a raktér, és már is az üvegét nyújt, miközben még a csizmáját vette le. Veszekedtek, aztán ideig nem pukkant fel. És amíg ő távol volt, anya is elkezdett inni és sírt, amíg józan volt. Jobban érezte magát részegen, pedig álmodozott. Az igen. Tudod, hogyan hívott? Csak Annak. Megölelt és azt mondta, egy nap a te és én elmegyünk Vlagyivosztokba, a városba, ahol születtem, onnan pedig tovább. Akkoriban 5 éves voltam és sokat nélkülöztem, de azt a falut és az óceánt olyan élénken el tudom képzelni, mert hittem neki. Aztán öngyilkos lett, valami mérget ivott. Az szép. Apanya halála után abba hagyta az ivással, nem figyelt rám, de most, hogy elment, nem hagyott magamra, mindenhol magával mint. Habár csak néhányszor beszéltünk róla. Volt nekem egy pamám, Zana. Igen, együtt mentünk az óceánhoz. Aztán apa elrejtette. Azt mondta, hogy elveszett. Valószínűleg nem akarta, hogy anya álma miatt gyötörjen magam. Aztán elképzeltem, hogy felnőtt, és elment, és most megyek, nem Vlagyisztokba, de veled. Az álmom valóra vált, az álom valóra vált. Igen, apa miről álmodozik, ő is biztosan álmodik, de miről? Egy magasabb rangról? Embereket megmenteni? Mit csinálnak, ha megment? Tettek utána, ücsörögnének a földre. Soha nem értettem. Mit tennél az élettől? Mit remél az élettől? Talán semmi. Nem igazán volt ideje arra, hogy holnapra gondoljon lent a metróban. Ezek a gondolatok nem születnek véletlenül. Itt a felszínen azonban.
Én például szeretnék valamit csinálni. Mezítláb akarok futni a homokban, homokvárat építeni a gyerekeknek. Mondjuk a sivatagban lehetett volna, de mindegy most már. Kettőt képzett egy fiút és egy lányt. A fiú, a te másod lenne. Úszni mennék a hátunk mögött hegyekkel. Parton álló faházak, a nap minden egyes nap felébreszteni minket, ahogy felkel az óceánból. Az a kikötő, a cél. Megéri oda menni, még akkor is, ha a félvilágot át kell szelnünk hozzá. Az igen, azt itt hagyjuk a picsába. Ennyi, Artyom, én pihenek még kicsit, majd később csatlakozom hozzád. Jó! Várjunk csak. Itt tudunk valamit. W, az micsoda? Föl tudjuk kapcsolni a lámpát, ez nagyon jó. Ó! Tudnánk ilyen sztorikat olvasgatni, de ezt nem tesszük. Aha. Ez amúgy mi jó már? Van csinálva. Új világ. Érdekes. Jó, akkor gyerünk innen is. Hopp. És akkor gyerünk ki, ha már mondta a főnök úgy. Szevasz! Az igen. Követlek. Az igen. Itt rendes buli van. Hoppá! Gőzölök. Az igen. Itt rendes buli van közbe. Majdnem picikét a szék mellé jut a kolléga, de na mindegy. Üljél valahol közelbe, hát itt leülök. Na. Nézzük. What did I miss? You should have seen them dance. Don't you worry, you'll get another chance. A moment of your attention, please. Half a year on the road. Az úton töltött fél évvel és 4000 kilométerrel a hátunk mögött sok mindenen mentünk keresztül. Damir. Damir. Na, mondjad. Rendben, emberek. Én megértem, hogy nem tudom sokáig titokban tartani. Megszerzett műadás térképek, alapos tanulmányozás és hosszas mérlegelés után rátaláltunk arra a helyre, amit az új otthonunknak nevezhetünk. Hoppá! Ez egy folyóvölgy, van egy erdő és egy vízerőmű is. És ez a hely elég messze található a sűrű lakott területektől, ami, mint azt az utunk, bebizonyította fontos. Már csak két napra vagyunk tőle, szóval gratulálok mindenkinek! Hoppácska! Hoppá, hoppá! Mégis, ez nem az utolsó napi rendi pontunk a mai napra. Ó, és most kéri meg a kis izé dobozból! Stepan, Katya, repeat after me. I take you to be my spouse. Ez igen, figyelj, itt a vonaton össze is adjuk őket, tehát egy ennyi. Ennyi. A szép. As the captain of this ship, I hereby ennek a vonatnak kapitányaként ezzel zenne a férjnek és feleségnek nyilvánítanak benneteket. Az igen. Ennyi. Gorka! 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 Gorka!
Az igen. Hát az lehet, hogy probléma. Anna, what's happening? Be careful, people! Anna, please hold on. What's happening? What is it? What's that cough? Gotcha. Do something, please. Don't hurt her. Good. Damn. Hát ez lehet, hogy nem jelenthet valami jót. Ez igen. I'm sorry, I didn't say anything. What are you talking about, baby? Jamantown, ja, amikor elhúzódtak, az adista orvos azt mondta, hogy összeomlik a tüdőm a gáztól, amit a lőszer raktárban lélegeztem be. Azt mondta, hogy már nincs sok idő hátra. Hogy hihetsz annak a szörnyeteknek? Épp most keltünk át a sivatagon, még azon a hatalmas mennyiségű homokon. Hát mondjuk, azt szerintem lehet, hogy nem a homoktól van. Hogy vért kölgött a kolléganő. Aha, már, ja. Jó. Persze, hát... Na, nem fértem hát az ajtón. Hú, a film, elmondanád, hogy most mihez kezdünk? Azt hiszem, hogy nem lenne bőzsó megbízni valami degenerált diagnózisában. A nedves metróból a sivatagba költözési száraz levegőben megtermeli a tüdőt. Először is a legjobb tudásom szerint ellenőrizni az állapotát, továbbá közeledik az erdei levegőjű völgyhöz, az már önmagában meggyógyíthatja. Hát ő... Végvédelmi üteg állomáshoz, nem tudtam elolvasni, kaptak új gyógyszert, rengeteg embert mentett meg a gáztól és az általános mérgezéstől, majd megnézem anyám feljegyzéseit és kiderítem a nevét. Azt hiszem, ott lesz, ahova most megyünk. Jó. Annak kedvéért a világ végére is elmennék, ami pedig Novosibirsk-et illeti, az körülbelül 2000 kilométerre található. Akkor eldöntöttük, elindulunk a völgy felé, ha megfelel, akkor letelepedünk. Ha Anna állapota romlik, akkor egy csapat önkéntesen megkeresem azt a szert. Szóval, Kátya, kérlek, teríts ki nekünk azt a tér, azt a nevet. Még egy dolog, Artyom. Nem akarok meglepetéseket abban a völgyben. Te vagy a legtapasztaltabb felderítőnk. Szóval fogd a mozdonyt, egy önkéntest, és menjetek, ellenőrizzetek mindent, mielőtt odaérünk. Létologassál már! Na! Na! Az igen. Csak megnézem majd, milyen itt a táj kint most. Hát még mindig van egy kis sivatag, de már... Hát már néha-néha látunk egy-két erdőt. Úgyhogy alakul. Alakul. Hát akkor nézzük meg. Nézzük meg. Hova akarunk menni? Nem akarom én jobban, hova fedezzem fel jobban már vonatot ennél. A tajga. Nem mondhatom, hogy valami vallásos lettem volna, de most egyszerre minden Istenhez köcsörök.
kérlek, vigyázzatok Annára, és gyógyítsa ki őt a völgy betegségéből. Időközben Ayosha és én felderítő küldetésre indultunk, fogalmunk sincs, mi várott ránk, bár úgy tűnik Ayosha meggyőződése, hogy nők tömegén lelkesen várják az érkezését. Ha kiderül, hogy ez a helyzet, akkor a lehető legjobb társ tart velem erre a küldetésre. Nos. Hoppá! Hát ez igen, ez valamennyivel már azért barátságosabban néz ki. De tehát íha! Hát hagyjad, mert ez rendesen jó néz ki. Hoppá, mondjuk itt... Sín pálya meghajlott. Úgy tűnik, hogy az egész pálya kezd lefelé csúszni. Reméljük, hogy a súlyunkat azért elbírja. Ez így eléggé teljes. Úha! Hát mit a magyar vasutak már lassan? Itt van valami templom. Teremben ott találkozunk a gátnál. Ott mi az általános helyzet? Na, hát ez picikét jobb amúgy. Picikét barátságosabban néz ki. Itt valami nagyon füstőt, nem tudom, hogy mitől, de... De ez a pálya rész, ez nagyon jó néz ki. Ez probléma. Iha! Azt lekaptunk egy követ. Pedig olyan szép volt. Meg nem tudok semmit se csinálni. Aha, magunkhoz tértünk még azért úgy... Úgy ahogy időben, úgy nézem. Az igen. Az emberink elkapták a barátodat, de látom, hogy ti ketten, igen. Ha nem csinál semmi a hülyeséget, most rohannunk kell. Került a feltűnést, és minden rendben lesz. Uh-huh. Jó. Akkor ők, hogyha úgy vagyunk, akkor barátkoznak velünk, vagy? Ja, hogy nincsen táskánk. Jó. Hát akkor gyerünk oda. Na, egy kicsikét azért úgy barátságosabb vidék így az előzőek után. Hoppá, itt egy tűzoltó autó. Nyílpuska.
egy darab lőszerünk van benne. Jó, hát ide akkor nem jövünk be. Jó, mert zseblámpánk legalább nálunk maradt. Íha. Ezt fejbe lőtték. Egészen... Ó, nagyon jó. Ja, hogy jó, alapból azonban. Jó, ezt itt nem tudjuk semmit se csinálni vele. És van valami kis autó. Ezt is szembe lőtték. Hát ez majdnem úgy jött össze, hogy gondoltuk. Hogy ugye elterveztük. Az igen. Ez az a templom, amit láttunk. Aha. Aha, hogy lehetett volna pár... képes lapot összeszedni, na mindegy. Nem is tudtam, hogy ilyenek is vannak. Hogy ilyenek is lehet. Hát jó, akkor... gyerünk tovább. Bandita ez a terület, a parti testvéreké. Tűnj el, vagy fizess az életeddel. Ahogy azt mások is tették. Az jó. Valaki kiabál amúgy arra, de... van valami loot esetleg. Hát itt nincs. Hopp. Aha, itt meggyújtottuk a gyertyán. Itt... na, csak leesett az a doboz. Jó. Mennyi lőszer? 11 lőszerünk van már. Hát, hogyha kerüljük a feltűnést, akkor... igen, itt van ez a kis falu. Valami edzőterem volt, vagy nem tudom micsoda. Jó, mindegy. Biztos, hogy volt valami valahol, csak nem tudom, hogy hol. Szép kis... orosz szobor. De amúgy már majdnem itt vagyunk, ahova kell jönni. Hát ja, még azért itt kilútolom a dolgokat. Ez egy suli. Ezt nem tudom fővenni, pedig ez jó lenne. Ha, a szocializmus több helyen mutatkozik meg.
nincsen semmi. Ja. Kaptunk lőszert, mondjuk nem tudom, hogy mihez, mert még egyelőre. Csak néha így furcsán adja be az animációkat. Hát ezen itt nem tudunk átmászni. Könyvtár. Avast! Stop right there! It's the brethren of the coaster! Take another step and we run our rig on you! Aye! Another step and you die! Yeah, so beat it, you scallywag! Kóp le, te csirkafogó! Even one of you drifters we caught today is too much! Aye! Be a good doggy and get lost!